Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Barakonyi Szabolcs. Amikor ezt itt a Klubrádióval elmondtam, hogy ő lesz a vendégem, akkor többen is azt mondták, hogy hú, azt nagyon várom. És próbálom kideríteni, hogy igazából mi az, amiért te, a te neved, Ebben a korosztályban ezek inkább ilyen 40-es kollégáim népszerű, Nekem igen, mert én olvaslak a Telexben, korábban az Indexben, még a Gömb TV-ben is láttalak annak idején, de hát azért valami lehet, ami a vonzerőt képezi. Meg tudod fejteni? Kezdjük ezzel. So bocsánat, azt azért hozzáteszem, hogy fotóriporter, fotóművész és újságíró egyúttal. Hát üdvözlök mindenkit. Ő, hát szerintem nem nekem kell megfejteni ezt, a titulusokkal meg mindig bajban vagyok, majdnem rávágtam, hogy egyik sem, tehát, hogy e, mert, hogy, mert, hogy, mert hogy ez hogy is kezdődött, tehát hogy, én fotósnak szoktam magamat hívni, most már azt hozzáteszem, hogy képszerkesztő, ha nagyon sarokba szorítanak, és annyira hivatalosság kell tenni, akkor most már képző miatt, akkor inkább fotóművész szoktam mondani, de, de az van, hogy, hogy, hogy azért is nehéz ezekkel bármit is kezdeni, mert hogy hogy nekem nincsen például fotoriporteri képesítésem, végzettségem, díjam sem nagyon. Tehát, Na várj egy kicsit, én... van a Ja, fotoriporteri nincs, igen. de fotós, igen, Meg volt az a fotósiskola a szabad. A szellemképbe szellemkép, jártam igen. egy darabig, de azt sem fejeztem be, hanem én elkezdtem aztán bölcsészkara járni az eltére. Azt se fejezted be? De azt befejeztem, különben nem járhatnék DLR-ra a képzőművészeti egyetemre most a doktori iskolában. Hát, csodálkoztam volna, és milyen szakon végeztél? Hát a... már nincs a szakom, tibeti szakos voltam. Miért? Hát megszűnt. De miért voltál tudatizak? Miért, de, a a, miért szűnt meg? <laughs> hogy miért szűnt meg az Azért, egy én oda jártam. Nem, hát nyilván... Hát nem is tudom már, hogy kezdődött. Érdekelt a filozófia, a keleti filozófia, a buddhizmus, és akkor, és akkor gondoltam, hogy majd megyek tibet szakra, meg filozófiára hozzá, de akihez jártam filozófiára, felkészítőre, vele inkább csak sakkoztunk, meg ő is nagyon lassan fejezte be a tanulmányait, és tulajdonképpen ez egy lebeszélő kurzus volt. Nagyon jókat beszélgettünk, de, de ö, nem lett ebből se felvételi, előkészítő se felvételizés, ellentétben a tibetivel, ahova, ahova, meg, mert ez egy nyelvszak valójában, oda kell előkészítőre járni, mert már a, a felvételén van fordítás, egyszerű tibeti szöveget, és a fordítás. És tibeti nyelven? Hát felvettek úgy, hogy azt a, azt a részt tudtam, aztán utána én kicsivel előtte kezdtem el a, a, a szellemképbe járni, vagy nagyjából ugyanakkor, nem, nem volt a két iskola között, nem volt párhuzamosság, inkább a tibeti szakkal, a munkával lett párhuzamosság, mert hogy fotózni meg, meg azt már ugye elkezdtem a középiskola után, és akkor nem is nagyon csináltam semmit, tehát nem sietettem a tovább tanulást, hanem vártam, hogy kitaláljam, hogy mi akarok lenni. Hát így jött például ez a tibet szak is, ami nem feltétlenül lett a megoldása annak, hogy én mi lettem valójában. De, de elkezdtem dolgozni mellette ö, már rögtön, és, és ö, akkor. Ez... Operatőrként is, fotósként, fotóriporterként is. De nagyon érdekes, amit mondasz, hogy, hogy a buddhizmus érdekelt már középiskolás kóttól kezdve, és ahogy mondod, hogy vártál, hogy majd mi fog kiderülni, meg egy csomó minden, amit most itt csinálsz, és amit miatt most aktuálisan fontosnak tartottam, hogy beszélgessek veled. mögött lehet, hogy ott van, a, ott van ez a buddhista. Türelem, nyugalom, kivárás, hosszú táv, ne siessünk el semmit, és így tovább. Hát a türelmet azt nem feltétlen érzem magamat, magamra jellemzőnek, meg azt a fajta kivárás sem, mert ugye aki nagyon maximalista, az nem hiszem, hogy kivár, mert val mindig sürgeti azt a maximumot is. Inkább a, a, a képekkel való feltételektől mentes jelentések felfüggesztésében lehet ott ez a szemlélet, hogy, hogy pusztán nem, nem akarom a kódot újra kódolni a képekkel kapcsolatban, mondjuk, hogyha arról beszélünk, hanem önmagában akarom megtalálni az értelmezését a saját rendszerükben. Na jó, még egy picit visszamennék oda a kezdetekhez. Egyrészt, hogy engem mindig izgat, és mindig azt gondolom, hogy fontos szempont, hogy az embernek milyen háttere adatot, és hogy az a család, vagy környezet, amelyből jöttél, az mennyire volt inspiráló a választásodat tekintve? Hát így utólag visszanézve, egy csomó, csomó olyan nyom van, ami, ami a képekhez vezet, tehát hogy a... A lakásról fölnövők vannak, a falon képek, nagy könyvespolcok vannak. Értelmiségi szülők? Hát igen, meg, 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 meg az ő szüleik is az apajágon mondjuk értelmiségiek, de, de, de anyajágon meg egy nagyon szeretetteljes teljes közösség és, és, és család. Ez a kettő nem zárja ki egymást, persze. De de sokszor az úgy látom az értelmiségi körökben azért... Igen? Persze, hát hogyha a gyerekkoromat végignézem, és a szomszéd értelmiségi családokat, akkor... Ott verték azért a, a gyereket? Nem, a gyereket nem verték, de mondjuk egymással nem ah. bántak annyira, feltétlenül szeretett teljesen. Tehát ezért ez a az a 70-es, 80-es évek budapesti független gondolkodóvá válás, az, egy, az, 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 az nem egy önmagában való dolog volt, vagy nem lehetett, vagy, vagy valamivel egyet kellett érteni. Tehát, hogy ez máshogy nem nagyon létezett, és ennek voltak terhei, amik, 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 érzelmileg is megnyilvánultak ezekben a helyeken. De nem nálatok. Nem szerint. nálunk, nem nálunk, bár aztán elváltak a szüleim, tehát ezt, ezt a részét én így nem, nem tudtam úgy akkor az adott pillanatokban látni, de hogy, de hogy a kultúra meg a műveltség az egy fontos, fontos dolog volt, tehát hogy vittek minket kiállításokra, a színházra, itt nő, színházakba, itt nőttem fel a hatodik kerületben, itt van a szép művészeti, a műcsarnok, vagy még korábban a báb színház, tehát hogy ezek, természet, igen, ezek természet, természetes helyek voltak, hogy, hogy, hogy ide járunk, meg az operába is elmenni, meg, meg késel villával lenni, tehát hogy ezek ö, úgy, 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 úgy jöttek szerintem, meg hogy, meg, hogy fontos az, hogy olvassunk, meg hogy valami ö, egyetemet elvégezzünk. Ugye nekem pont abban a három évben ez, 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 ez ilyen picit ilyen furán is volt, hogy akkor én most akkor akkor mégsem. Aztán de, még de hát is... azt mondod, hogy elvégeztem? Hát elvégeztem, de három évig nem is felvételiztem sehova, és akkor ez így fura volt, hogy hogy, 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 nem megy ez, hogy akkor vége a gimnáziumnak, utána jön a, a felsőoktatás, és akkor a, így lesz ember az ember, de nem tudom én, hogyha a bátyámat nézem, aki aki festő lett végül, a képzőműszet egyetemen végzett, ő, 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 rögtön felvételizett a, a gimnázium után, és nem, nem a festő szakra, teljesen más irányokba nézelődött. Ez az ő dolga, erről majd beszélő, ha akar, de hogy ő előtte egy, egy főiskolát elvégzett, úgymond fölöslegesen, mert nem az akart lenni, csak ennek a nyomásnak engedelmeskedett, hogy akkor ez a dolgok rendje. Hogy ah, minden... Megkérdezem, hogy milyen főiskolát, hogy az oldalamat ki ne, ki, ne, fúrja a kíváncsiság, de egész más. De egész más, egész, egész más. Na jó, de ő festő lett, ezek szerint, és befejezte, és befejezte, azt csinálta, amit elkezden. Te viszont azt hiszem legalábbis, hogy a dátumokat összevetve az életrajzoddal, az az érzésem, hogy olyasmi lehetett a, a világ körülötted, amikor felnőtté váltál, ahol nagyon nehéz lehetett ellenállni annak a hihetetlen vonzásnak, amit az akkor éppen kialakulóban lévő média kínált, és felteszem azt is, de egyáltalán nem biztos, hogy ez igaz, hogy az hoz nagyon közel álltak ezek a lehetőségek, és nem tudtál ellenállni, és talán így kerültél nagyon hamar a média közelébe, sőt leginkább a kép kifejezés kifejezésmódot választó média közelébe. Igen, tehát szerencsére akkor már a, a, fotózás, vagy az, hogy képekkel akarok foglalkozni, ez már nem csak, egy, hát ez egy megerősödött És az határozott. mitől jött? Volt fényképezőgép egy gyerekkoromban? Volt fényképezőgép a, a, családban, hát hogyha nem is annyira gyerekkoromban, ilyen fiatal kamaszkoromban, meg a édesapám ő, egy ideig ő, dolgozott fotoriporterként is, meg a Tóth Gyurival nagy haverok voltak, és akkor mászkáltak össze-vissza fotózni. De a Tóth Gyuriról egy kicsit. Hát én nem, is, nem, emlékszem rá, csak az, hogy néha jönnek vendégségbe. És ő, mint nagy fotós volt hatással Nem, sokan. mert hogy nem találkoztunk így ezzel, hogy kötek vendégségbe, meg voltunk a gyerekszobában, tehát ez így nem találkozott. Utána később már nyilván most már mostanában az elmúlt Években vagy évtizedekben már mondhatjuk így is, köszönünk egymásnak, kiállításokon tudjuk, el is járunk egymás kiállítására, erre is volt, tehát mindenre van példa. De, de így gyerekkorban ez nincs meg, hogy, hogy, hogy valaki inspirálna direktbe, vagy fogná a kezünket, hogy mit kell csinálni, ami nem baj, mert hagytuk magunknak ki kitalálni. Egyetem egy inspirációdról olvastam, és az engem valamiért személyesen különösen érdekel, mert nagyon közel áll hozzám, ez pedig az a francia fotós, a Lartig, aki gyerekkorában kapott egy fényképezőgépet, ha jól tudom, hat éves volt talán, egy ilyen nagyon magas színvonalú polgári családban nőtt föl, vagy talán arisztokrata, arisztokrata. arisztokrata családban, és aki elképesztő, hogy kisfiúként miket fényképezett, és hogy tudta megörökíteni a család teljes életét mindennel együtt, és azt hiszem amikor 60 éves korában találták meg, vagy fedezték fel, hogy ő milyen fényképeket csinált. És valamiért említetted őt. Szoktam, ő, tehát, szoktam szokta... őt emlegetni, mert egy korai pont a, a fényképezésben, tehát ugye ugye azért kevés komoly fotókiajítás van ö, 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 akkoriban pláne külföldi anyagokból Magyarországon, viszont a, a, az írók boltjában ott van az a részleg, ahol vannak albumok, és akkor ott ugye akkor még nem mindegyik volt lefóliázva, tehát oda lehetett járni. Olvasgatni? Albumokat. Hát egy könyv, tehát mint ahogy ma tud funkcionálni mondjuk a mai manuháznak a könyvtára, hogy az ember beül és akkor nézeget az se volt még akkor, viszont volt az írókboltjában, és akkor ott az, az is benne volt, hogy ez nem, ugye nem úgy könyvtár volt, hanem könyves volt, tehát azért ott a frissebb dolgok, vagy a friss kiadások, vagy a friss feldolgozások, vagy a friss szemléleti feldolgozások jelentek meg. És akkor onnan szemezgettem. Nem és tudom, itt hogy Lártigot, nem emlékszem le? már, hogy Lártigot hol találom, de ami megtetszik benne, az a, az, a, az a könnyed frissesség. Ugye van ez az egész francia iskola, ami az én ízlésemnek egy zárt szépelgő rendszer azért, hogy, hogy az legutóbb Kardos Sándorral vitatkoztunk össze Bresson kapcsán, hogy akkor pedig tényleg egy legnagyobbakról vitatkozni, de hogy, de hogy ugye nyilván nem azt mondom, hogy, hogy Bressonnal bármi problémám is lenne, csak hogy mondom, hogy nekem az izgalmak... Túl szép. igen, túl szép. Azért máshol kezdődnek, és akkor lártikban legalább ott van ez, hogy, 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 nincs annyira komolyan véve ez az, az egész világ. Hát és... ő nem vehette komolyan, hiszen olyan kisfiú volt még, hogy fogalma nem volt, hogy mi az, hogy a fotográfia szépsége, hanem a naplóhoz tartoztak ezek a fényképek, hogy a nagybácsi hogy dobja be a kutyát a folyóba, meg nem tudja, hogy ugrik át valami hát a keridése, meg a vicces jelenteket, meg megkérni valakit, autó, felismerni, vala, azt, meg... felismerni azt, hogy a technika már engedi a mozgást máshogy hogy hogy megkérjünk valakit, hogy ugorjon le a lépcsőnek a nem igen. tudom hányadik fokára, és akkor a levegőben kapjuk el. Tehát az egésznek ez a, ez a játékosság, ami megtetszett, mm -hmm. hogy nem menjen. Ezt de ilyen vagy egy ilyen eszményi szép képeket kicsit? Kell. Hát én, a, nekem, nekem az, hogy így ne vegyük komolyan magunkat, az, 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 azért az fontos maradt, mm -hmm. remélem. És a szellemképben is azt hiszem, hogy ezt tanították, hogy minél eredetibb módon gondolkodik valaki, annál érdekesebbek a fotói. Vagy ezt rosszul fogalmazom. Nem tudom, mert nem akkor én úgy éreztem, hogy tehát amikor én elkezdtem fotózni, nagyon, nagyon óckodtam minden befolyástól, nem is tudom, miért mentem iskolába, mert hogy az iskolában az ember befolyások érzik, és én igazából csak a tiltakozásomra emlékszem, hogy én ezt még nem akarom, nem akarom ezt a sok mindent feltétlenül ráerőltetni, rá vagy elébe szaladni a képeimnek, Ö... Úgyhogy ott a kommunikáció szerintem nekem akadozott, de hogy ez nem, nem volt baj, meg aztán aztán mondom magával ragadott az, hogy a média, amit az előbb megemlítettünk, amiben az volt a vonzó, hogy akkor kezdődött az egész online sajtó, és én nem akartam soha fotoriporter lenni, viszont nagyon izgalmas volt az, hogy ő egy olyan technológiával, egy olyan, olyan, olyan helyzetben dolgozhatok, hogy tulajdonképpen nincs még erre példa. Tehát, hogy aki csak online fotózott 98-ban, az, 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 azt hiszem én voltam legelőször. Tényleg? Azt hol? Az origónál, az, a, régió, az a, régi, akkorai, a, régi, régi, a igen, igen. mik voltak az akkori első nagy fényképeit, ha ezeket így Hát nem idezném. voltak akkor nagy fényképeim, mert hogy szörnyűséges technikával dolgoztam másfél évig. Mert Milyen hogy, típusúval? típusú? Hát vagy hát emlékszem, egy, 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 szappantartónak hívom így az emlékeimben, rá lehet keresni az internet, ez egy kezdetleges kodak volt, 1,4 vagy 7 megapixeles képet csinált, ami nagy szám volt, mert előtte azok, amikkel a lapzártahoz küldte az MT, meg a Népszabadságnak is biztos volt, meg a Reuters szitteni irodájának is ilyen gépe, az, az, is egy Kodak fejlesztés volt egy Canonra, az, az egy megapixelt tudott. Aha, tehát akkor te mégiscsak túlszányolt. Hát, az ez, az nem, a de hát akkor. igen, de mondjuk optika az nem hívnám annak, ami rajta volt. Ma szégyened azokat a képet? Nem szégyelem azokat, bár nem azért, mert hogy nem jók, hanem Egyszerűen az, az, nem, nem, az egy jó sokáig, amíg nem volt alkalmas a kezemben, az nem a fényképezésről szólt, hanem ebben a, a részvételről, ebben az induló sajtóban. Hát ott voltál, a, azon, sajtóban, a, azon a helyen alatt kellett lenni. Igen. Visszaidézel néhányat ezek közül a helye, helyzetek, vagy helyek, vagy események közül? Hát a kedvenc egyik ilyen eseményem, ahol még ezzel a géppel fotóztam, és kettő is veszemélytett egy másikot, és a Magyari Péterrel voltam, aki most ugye a 444-nél újságíró, mai napig nagyon-nagyon jó barátok vagyunk. Hát vele mentünk le a Tiszai árvízre tudósítani, amikor a tarpánál átszakadt a gát, mm -hmm. vagy... Ez az elő az Orbán Viktor gumicsizmában? csizmában? Én, én én, nem találkoztam ott Orbánnal, de, de szerintem igen, 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 igen. igen mert ugye az mindig mondták, hogy a Fidesz kormányok idején árvíz van, az volt a mondás. Ez, a, volt 2000? ez 2000? Talán ez a 2000... Hát nem tudom, de rá lehet keresni, hogy Aha, mert, a mert tarpánál a át szakadtak át. 98 és 2002 között keres, hogy Igen, legyen. 98 és 2002 között legyen, valószínűleg az 2000... 2000 2001-es, de, igen, de a másik, meg amikor a az első csődbe ment város gazdasági ö, hátteréről tudósítottunk, ö, Csepregen a csatornázás vitte mm. csődbe, hogy alliteráljunk egyen, ö, majdnem. Tehát, és akkor ott is az, hogy milyen nagyon-nagyon fiatalok vagyunk, tizegi, még, még, talán még 20 kb. 20 évesek, vagy 21 néhány évesek, és akkor ő Régi berendezkedésű helyek, akik nem tudnak gazdálkodni, találkoznak a nyilvánossággal rajtunk keresztül. Azért ezek szórakoztató pillanatok voltak. Azt elhiszem. Az origó meg borzasztó boldog volt szerintem, mármint a szerkesztőség, hogy olyan képeket hoztatok, amiket mások nem. I igen, aztán utána 2000-ben, ja nem, igen, ez mind 2000 előtt kellett legyen, mert 2000-ben kaptam az új fényképet, na megvan az időpont. Eszi. Tehát akkor ez még a 2000-es tavasz járvíz lehetett, mert nyár végén kaptam a, a, az első ilyen komolyabb digitális fényképezőgépet. A ami mert, Igen, tehát, vett, vett magának egyet az origó. És akkor azzal a, mm. a szigetfesztiválokon tudósítottunk sokat, volt erre mellékletünk, és akkor jó kis koncertfotózás. És... Mennyiben vettél részt a szövegírásban? Semennyire. Ez, ez, ez mostanában egy új dolog. Tehát én a középiskolában szerettem írni, de, de érthető okokból nem ezzel foglalkoztam, miközben egy olyan dolgot bontogattam magam, ami szintén az önkifejezésről szól, viszont nem narratív. Igen. Nem véletlen egyébként, hogy végül is belecsúsztál a narratívba, de majd erről mindjárt beszélünk. Viszont, hogy az origót említed, ami talán az első között volt, ami így szépen kicsúszott, ami alól kicsúszott a talaj. Most végig gondolom, hogy azért te, te keresztül mentél egy-két ilyen hogy mondjam, veszteségen vagy kudarcon, ami a mögötted álló sajtóorganumot illeti. Végig csináltál néhány tönkretételt. Nem magad tetted tönkre, hanem az éppen akkori hatalom. Hát, a, a, vagyis mindig ugyanaz a hatalom. Mindig ugyanaz a hatalom. Hát, én személy szerint érintve csak a, a, az index tönkretételébe voltam. Origo, Ó, oly, a, akkor már nem dolgoztam ott. Igen, uh -huh. igen. Viszont olyan szinten, hogy hogy kollégáim, akikkel én együtt dolgoztam, tehát érzelmileg elértek hozzám azok a, azok a hullámok, bár, bár, bár ez személyessé csak akkor vált, amikor 2020 nyarán felállt a szerkesztőség. De a TV például. A Göm TV az csak úgy jött, ment. Ott volt egy... Az mi volt? mesél arról, mert már én is alig emlékszem rá, de tudom, hogy láttalak benne, már mint hogy láttam. Nem volt sok gömbtévért. anyagom, ott, ott, ott volt a kíváncsi riporterként a Sterk Barbara, Igen. és ő kért meg, hogy, hogy vegyek már föl neki egy-két anyagot. Nekem az, az nagyon tetszett, hogy a gömtéve az két-három helyen ment a, a, a városban, a Hunnia moziban, talán az egyetemi színpadon is. Igen. Töm, nem emlékszem. Egy ezzel kicsit ezzel. ilyen számizdátszerű. Igen, 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 volt. de híradó volt, tehát nem az volt, mint a, a Vákum TV, ami már ilyen komplexebb és, és, és művészeti gesztusokkal, és a, a az akkor épp feltörekvő. Lévén angol humorral is, is jelentősen dolgozva. Tehát a Vákum TV sokkal korábban Igen, indult, Igen, és Igen, Igen, Igen. más volt a célja is, meg a, az eredete is. Tehát a Gőm TV kifejezetten hírszolgáltatást nyújtott azoknak, akik szerettek volna rendes híreket hallgatni vagy látni. A stábjából lett aztán éveken keresztül a híradó és Igen. akkor ott keveredik az össze, mert híradóban azt hiszem két szigeten át is dolgoztam, egyébként akkor annak a, az egyik feje a Kovács Ádám volt, aki az Index videónak az alapítója lesz majd az Indexnél. Lett, igen. Hát akkor most elmondom megint, hogy Balakonyi Szabolcsal beszélgetek, aki tiltakozik az egy újságíró, de én mégis azt gondolom, hogy ma az, de hogy fotóriporter, vagy fotós, vagy fotóművész, az is kétséges az ő megítélése szerint. Szerintem, aki nézi a képeit, az majd eldönti, hogy mit vigy ezt a nevem elé, nem is ez a lényeges. Index. nagyon hosszú ideig az Index munkatársa voltál, és az egy érdekes változáson keresztül menő cég volt már akkor is, tehát azért nem, nehogy elfelejtsük, hogy ott nem töretlenül egy irányba mentek a dolgok, hanem ott is állandóan veszély fenyegetett benneteket, és folyamatosan figyelni kellett, hogy mikor csap le Damoklész kardja. Így volt? Hát én ugye majdnem 17 évig voltam ott, és az érkezésem pillanatában pont válság van, gazdasági válság van az indexnél, és nem nagyon nem nagyon akarnak ö, embereket fölvenni, olyannyira problémák vannak időnként, de ez csak egy rövid időszak, ahogy én emlékszem. Most számolok, fizetés, hogyha ez... Ez 98, talán. Igen, igen. Igen. De, igen. De mondom, ez így nincs előttem a, a, az időrend, hogy akkor, akkor, akkor ezután jön be a Wallis, vagy nem tudom hmm. én, hogy hogy van már, de... Miért mentél oda? Hát mert a, 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 az origóból ő, ki, kitúrtak és ki akartak rúgni. Mert? Hát mert, mert, mert gondok voltak velem, mert nem voltam rendes. Tehát, az hogy, mit jelent? Hát, hogy nekem volt más igényem is a... a, a mind a, a, saját magammal kapcsolatban, tehát hogy nekem az, hogy, hogy normálisan időről időre legyenek alkotói projektjeim, az, az nehezen illeszthető egy szerkesztőségnek az életébe, hogy a egyszer fotós el akar tűnni hetekre a saját kis projektjén dolgozni, amivel egyébként mm, igen, mert hogy, mert hogy, az utolsó évenben, meg 2003 telén jövök el az Origótól, és 2003 elején nyerek először Pécsi József fotoművészeti ösztöndíjat, és nyilván motivált vagyok, hogy, hogy, hogy az a része az életemnek. Igen, tehát itt, 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 ezért, tehát én nem tiltakozom a titulosok ellen, hanem inkább őszinte akarok lenni a motiváció mentén. Tehát, hogy az, hogy én a, a sajtóban benne maradtam, az kizárólag annak köszönhető, amilyen emberekkel dolgozhattam együtt, és amivel találkoztam, és felmértem azt is, hogy hogy nyilván az, hogy akkor egyből az ember kikelts magát fotóművésznek és ezt megpróbálja egy karrierét tenni, azt nem láttam reálisnak, az erőfeszítéseit sem éreztem, meg meg nem, nem akartam nem akartam ezekben a, tehát azt gondoltam, hogy, hogy 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 dolgozni azon semmi baj nincs, az hogy én meg tudjak élni, ezt elintézni saját magamnak, az egy az, egy, az egy izgalmas dolog, és hogy én 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 ezt így nem akartam azt gondolni, hogy, hogy a művészeti részét úgy tartom tisztán az életemnek, hogy, hogy vagy abból, vagy semmiből nem keresek uh -huh. pénzt, mert hogy ezt egy én személyesen magam részére ezt egy hülyeségnek gondolom. Úgyhogy elkezdtem mellette komolyan foglalkozni a művészettel magával, jól értem. Hát igen, és akkor, és akkor pont egy ilyen szabadságra mentem, és már előtte is voltak. Ugye ugye nyilván abban, hogy az embernek van más motivációja is, mint az, ami a munkahelye, az egy konfliktus. Uh -huh. Az, az, az előbb-utóbb konfliktus lesz valahol, ha nem kívül, akkor belül. indexnél ez nem lett konfliktus. Hát az indexhez már úgy ültem le, de ez állandóan konfliktus azóta is. Ö, ö, de az indexhez már úgy ültem le az új Péterrel megegyezni, hogy ez a, ezt, ezt, ezt beraktam a dealbe és onnantól kezdve az összes indexes főszerkesztővel én ezt a dílt ezt újra és újra elővettem. És elfogadták a dealt ahogy mondom. Hát ne, igen, de nem, 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 nem örültek neki, mert nem, nem látták, hogy mi azt. van. Ugye azért nálunk ö, ö, eléggé csak egyféle dolgot lehet csinálni, mert hogy, hogy az embert nehezen az, be akarják hogy mindig azonosítani, akkor ez nehézséget okoz, és akkor a, az adott platform, hogyha van egy másik is, ami ugyanúgy aktív szerep, ugye én mind a kettőn elég aktív volt. tehát a ahogy, művészfotó Tehát és ahogy voltak saját, a, saját is rendszeresen, sajtófotó. ugyanúgy nem a sajtófotóval gyakorlatban foglalkoztam. Annak én továbbra is azt gondolom, hogy hogy a legjobb helye a nyilvánosság előtt van, és az, hogy ez... Hát hogyan... ez arra való, hogy Igen, tehát hogy igen. az, hogy ebből, ebből díjak, meg kitüntetések, meg kiállítások legyenek, az egy, az egy, az egy, az egy személyes, kizárólag egy, egy egy, egy ilyen érzelmi, személyes egotrip és uh -huh. ügy, ami... És téged ez nem foglalkoztatott. De egy ő. darabig foglalkoztatott, csak aztán, aztán aztán meguntam, hogy ezzel foglalkozzak, mert 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 más, hogy épül fel egy sajtóban szereplő anyag. Annak az a vége, amikor megjelenik azt, utána újra előrángatni, és seregszemlékre vinni, meg szépítgetni, meg tupírozni, meg, 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 meg alkalmazkodni a kiíráshoz. Hát, van az célja, nem. és, Igen. és, oka, és azt nem azért ott csinált, van vége, ahol a, 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 a sikerül, cég, sikerül, igen, de nem ez, a, nem ez az elsődleges cél, hogy minél nagyobb művészi értéket uh, tulajdonítsak neki. Viszont, mint művész, uh, azt hiszem, tehát, mint fotoművész, azt hiszem, hogy ahhoz meg nagyon sok idő kell, nagyon komoly előképzettség kell, hogy azzal a mérhetetlen mennyiségű... Uh, hogy mondjam, kollégával, aki ugyanerre adja a felé, fe, fejét, hogy azokkal egy igazi fotoművész meg tudjon küzdeni. És akkor el tudom képzelni, hogy ketté szakadtál, ha ez volt az igazi vágyad vagy célod. Nem. Volt soha olyan célom tartósan, hogy ahhoz én nagyon-nagyon sokáig tudtam volna igazodni. Szerencsére, nem szerencsére. Tehát ezt nem is tudom, hogy melyik. Ö, ö, az aktivitás volt mindig fontos. Mm. És hogy az, hogy az, hogy képekkel foglalkozom, tulajdonképpen az a közös pillanat az összesben, az egy állandóság volt. Az, hogy nekem egy tiszta járvíznél kell ö, fényképeket csinálnom, az nem zárta ki azt, hogy önmagában a képről, a kép szerkezetéről, az azzal való kommunikációról ne tudja gondol ö, gondolkodni, aminek meg teljesen érvényes átjárása van, hiszen kommunikációról beszélünk, és hogy, és hogy az a hihetetlen Tapasztalat, amit az a, az önmagában az ad, hogy, hogy, hogy az ember éveken, hosszú-hosszú éveken keresztül, tehát most minimum 15 beszél, évről beszélünk, úgyhogy nekem minden nap kell fényképezni, nem egyszer, és hanem most kétszer. Is nem, most nem tudom, nem, valamikor kellett a napokban fényképezni, és még gondoltam, hogy nagyon régen nem fényképeztem. Nem, most nem kell, de... De miért? Most a Telexnél is elvárják azért, hogy... Remélem képes is. Igen, igen, igen. Csak ugye most formálódik a Telex, meg a, épp a világ is, azt formálódik, és és keressük azt, hogy mit lehet, meg mikor lehet, meg hova lehet menni, ugye ezt most a járvány értelmében is mondom, tehát nem alkalmas az időszak egy csomó olyan jellegű riportra, ami, ami, ami utána járósabb, és több érintkezéssel, és több bizalommal jár. Reméljük ez változik, és akkor és akkor újra fogok ilyeneket is fényképezni. De mert... miket csinálsz akkor most? Most M írok, főleg. Most főleg. És, és szerkeztek, Most, most igen. akkor átképezled magad igazi újságíróvászonak a klasszikus értelemben, de még egy pillanatra maradjunk az Indexnél, mert azért az elég traumatikus történet volt, ahogy az Indexet bezárták, vagy ahogy elvették, vagy átalakították, és ahogy nektek ott tulajdonképpen már hűlt helyetek van, a hűlt helyet azért is mondom, mert láttam egyszer egy kiállításodat Pakson, ahol a, aminek az a cím egy kiállítást a hűlt hely, és az nagyon fontos dolog, majd arról beszélünk a rendőrségi fotóidról, de nem ezt akartam mondani, csak a bombóként előjött ez a szöveg. Szóval, hogy hogy volt az, amikor az indexnél azt mondták, hogy ennyi? Nyilván az is, hogy, 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 hogy a tevékenységem gyökeresen változtattam annak, annak benne van az is, hogy, a, hogy, hogy, amit én előtte építettem sokáig, sok éven keresztül, egy, egy rovatot, mellékleteket. vezető rovatvezető is voltál, igen. tehát az indexnél, ha létezik igazi megbecsülés, akkor azt megkaptad a maximális mértékben. Igen, ugye? igen, tehát hét évig én rovatvezető voltam, ez alatt létrejöttek olyan fontos megjelenések, mint a, a nagykép volt, ma már színvonalában köszönő viszonylag sincs az. Erről a... beszélj picit a nagy képről, mert nem mindenki tudja. A nincs, nagy kép mondom. volt egy. Ö, a képi tartalomra támaszkodó story. sztori. Tehát egy nagy képriport volt, ami ez volt szöveg is. Rendszeresen, tehát ez -heten, minden héten. héten. amikor nagyon jól ment, akkor, akkor volt, volt többször, is, töb többször is egy héten. Ezek azért olyan anyagok voltak, amikkel a szerzők adott esetben nem csak hogy hónapokig, hanem évekig, vagy évtizedekig dolgoztak. Mondjál nagyon, néhány nagyon, Hát te... nagyon sok nagy név volt, tehát a, aki, aki odaadta a, 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 képeit azért, hogy itt szerepel, de tényleg világszáz sztárok, mint a Jeff Bridgesnek. Tehát, hogy így, és hogy, és hogy, nem kért érte honoráriumot, nem. mert egyszerűen írtunk neki egy levelet, bemutattuk a mellékletet, elküldtük azt, hogy hogyan néz ki, meg hogyan vannak szerkesztve, és mondta, hogy a, a forgatási oldalra. fotóiból, panoráma képéből örömmel odaadta, de... de... Megadott témára, hogy képeket, vagy nem, képre egy... témát, vagy... Nem, fotósok elég sokat foglalkoztunk azzal, hogy fotókat fogyasszunk, és ami tetszett, azokat megpróbáltuk elkérni. És akkor írtunk leveleket, aztán... Ö, ö, ez a te ötleted volt? Igen, 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 az én ötletem volt. Aztán utána pont egy ilyen nagyképes sztori, ami egy itthoni sztori volt, amikor a a konoknak a képei a Varga Jánoshoz kerülnek a Filmúzonhoz, a Varga János Jajóhoz, és akkor azokat feldolgozzuk. Tehát konok Tamás festőművész, Kon... édesapja. Igen, ja? az, a idősebb, kanyar... az a idősebb konok az Tamás, konok egy humanista Tamás. főtiszt. Nagyon érdekes a humanista szemléletem, mert ugye Ezekből a képekből Budapest rendez egy kiállítást, amit be is tiltanak, mert hogy nem támogatja a háborúnak a Sőt, propagandáját. Pont bemutatja, hogy pont, bemutatja, hogy hogy pont bemutatja, hogy mit csinálnak ezekkel a szerencsétlen. Hát vagyis, hogy milyen területeken folyik a háború, ugyanolyan emberek élnek. És. Ez egy fantasztikus sorozat, és Igen. az, hogy Konok Tamás ezt annak idei rendelkezésre bocsátotta, azt gondolom, hogy ez egy óriási terv. És volt még a részéről. volt szerencsénk hozzá Konok Tamással találkozni, interjút csinálni, egy videó is, videó is készült róla. Egyébként ezek a képek aztán felkerülnek a Fortepára is. Ennek, a, ennek az anyag miatt keres meg engem a Tamási Miklós, hogy, hogy, hogy csináljunk egy rendszeres mellékletet a, a, az, az indexen. indexen, ami hetente Te jelenik meg. Köszönhető ez a csodálatos sorozat, ami ma ugyan. Csak nincs már sajnos. De van még a, van? a kapa központon. És... Na, de nem az indexben vagy, igen? Nem, nem. nem. Hát nem, azt mondom, nem. az indexről természetesen ez el, lekerült. Hát ott, ott nem akart senki sem maradni, aki. tehát aki maradt ott, az, 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 az nagyon. Egyszerűen definiálta, hogy miért maradt ott. Akkor itt még Igen. tartottunk az előbb, és nem folytattuk. Tehát az Ingen. index bedőlése, vagy kidőlése, vagy átdőlése. Az akkor ezeket hogy az hagyom az ott, állam? és akkor utána, hogy nincs kedvem. Vagy nem, nem, nincs lelki erőm se, hogy így, akkor most így mit Nem tudom, hogy ezt most így hogyan kell interpretálnom. hogy, hogy Teljes hogy, depresszió volt? Nem, akkor? nem volt teljes depresszió, mert hogy. Mert ugye akkor már csináltam azt a könyvet, amiért, amiért ma itt vendég vagyok. és, akkor, és akkor azt döntöm, hogy, hogy akkor hátralépek, és, és akkor ameddig azt a könyvet be nem fejezem, nem dolgozok, és akkor... Tehát ö... volt hova menekülni Nem volt hova menekülni után. igazából. Ö... Hát ez a könyv. Ez a könyvhöz, de hogy anyagilag ez nem, nem, volt, nem volt, egy megalapozott menekülés. Ö... De, de azt annyira, annyira kitartott az egész, meg úgy bejött egy-két dolog, de hát akkor is már a Épp jön a második hullám, tehát ez nem kedvez annak, hogy akkor majd mellette én, én, én valahogy így elleszek, de közben pedig olyan dolgokból, mint amiből egy mondjuk megtörtént könyv, közben, hogy a, hogy a közgázra egy tantervet fejlesztek a szociófotóról, és oh. hogy ez egy tök jó otthon És ő azt ő is tanítod munka. is? Nem én tanítom le, most egyébként múltkor írtak valamit, hogy kéne rá reagálni hogy azt PPT-be átrakni, de mondtam, hogy segítsen, mert sose csináltam még PPT-t. <laughs> Viszont a tananyagot te dolgoztad ki ezek Igen. szerint, és nem volt igényed rá, hogy te add elő? Nem volt, de nekik is lett volna, csak ez nem ilyen egyszerű anyagilag a, a, a mégsem, tehát ez egy kicsi rész ott a közgázon nem, belül, de ahol a szociófilm, szociófotó van, ö, megvan, meg talán az alapján más is meg tudja tartani, mert azért úgy forrásról van, de ez még lóg a levegőben azért. Mm. Ez egy Jó, fűzor. de akkor közben ugye a majdnem szakadékba zuhanásból felhúzott valami lift a telexház. Nem terveztem én a szakadékba zuhanni, meg azt gondoltam, hogy... hogy szóval, amikor az origót is ki akarnak rúgni, végigjárom az egész magyar sajtót, és ha megnézzük, akkor egy olyan helyen ki? kötöttem ki? ami a legtovább tudott az működni. Indexnél. Igen. Igen, tehát, én voltam a Népszabadságnál, nem, bár nem volt hely, tehát hogy ez, ez régen is baromi nehéz volt elhelyezkedni fotósként, de a, már akkor úgymond fotoriporter lettem, hogy abban gondolkodtam, hogy hogy továbbra is újságnál képzelem azt a, a napi munkámat, tehát ezt az elején is eldöntöttem, ugye, hát ez a fényképezőgép kezedben, hogy akkor lehet az ilyet azzal fotózni írsz. olyat, és akkor alkalmazott fotó, akkor mondjuk lehet fotózni reklámokat, divatokat, meg nem tudom mit, csak ott egy, ö, akkoriban az a környezet nem volt vonzó a megrendelői részről. Tehát, hogy a az az szóval az, a hogy, hogy Nem, a, a, a többi alkalmazott terület ja. a, a, a fotó, a fényképezőgéppel. A népszabadság az, az 2003-ban, amikor beszélünk, akkor az egy tök vonzó dolog volt meg. És onnan miért jöttél el? Nem jöttem el, nem mentem el, csak ja végigjártam azt, hogy, hogy akkor hol van lehetőség. Értem, Tehát vég értem. Tehát <coughs> ez volt az egyik opció, hogy a népszabadság. Nem volt opció, én próbáltam opciókat keresni, és végigjártam az egész magyar sajtót, vég tájékozódtam mm. akkor azért már öt éve dolgoztam, és ismerős, volt az, az index. Nem ilyen. nagyon volt helyse, meg úgy nem tudom, és akkor az index meg úgy azért így ott volt, és adta magát, meg hogy ez mégiscsak ugyanaz volt egy olyan értelemben, hogy, 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 hogy egy konkurencia, tehát ez van egy olyan tudás, amit átvihetek, nem volt versenytilalmam, tehát tök jól tudtam használni ezt az egészet, és és hogy mégiscsak nagyon hasonló alapokról indul, nem abból a hierarchiából, ami a lapoknál van, hogy hogy már felépült rovatok, itt nem volt rovat. Mm -hmm. Tehát eléggé ö, magad ura voltál, és, és volt lehetőséged újat kitalálni, mint ahogy ezt meg is tetted, és nem vett ne a fotórovat vezetője, de arról nem beszéltél még mindig, azt mondtad, hogy igen, te csak borzasztó rosszul élsz, mert nem tudtad, hogy hogyan tovább vagy, hogy most semmi se volt kedved. De azért azokat a pillanatokat vissza tudod idézni, amikor amikor a fel is út, le is út állapot bekövetkezett? És a közös döntés? Nem közös döntés volt ez. Hát úgy jött le, hogy azért itt akkor elég éggy, jött le. Értem, tehát ő... akkor sajnálom, tehát ez sajnálom, ha valaki ezt így akarja ezt a 70 embert látni, hogy ezek összebeszéltek és közösen döntöttek volna. Ez, ez végtelül nem korrekt, 70 ne emberrel szemben <laughs> ezt gondolni róluk. Ezt most így elmondtam. Hát lehet hogy én mondtam rosszul, csak már rosszul emlékeztem rá. De... Nem, hát az volt ugye, hogy, 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 hogy ki, ki mióta volt az indexnél. Tehát uh -huh. azért mi azt gondolom, hogy, hogy aki látott, az, azért az már tíz éve tudhatta, hogy ez bármikor bekövethet. Uh -huh. És készült rá. É, hiszen készültek rá a másik oldalról is. Absolut. És ezek közek ez nyilvánvaló, dolgok, jelek és ügyek voltak. Uh -huh. Az, hogy időnként, hogyan, hogyan szorult meg ez a hurok, és hogy hogyan. Nem történt meg, az önmagában a különleges dolog. Nyilván teljesen letaglózó és sokkoló a hatalommal találkozni, mert mert ez, ez, ez körülbelül olyasmi, mint amikor ártatlanul hurcolják meg az embert. Tehát, Tehát, hogy olyan, történt, olyan következmények elé állítanak, ami, amire azt mondod, hogy köszönöm, nem, nekem ez semmi közöm, de mégis megtörténik az, hmm. amit ők akarnak. Azok, akik végül is úgy döntöttek, hogy maradnak. Ennek ismeretében, szerintet, hogy juthattak -e ne, erre az elhatározásra? Nagyon kevesen maradtak úgy. Egyéni történetekben érdemes mindig mindent nézni, mert az a fajta összes, az a fajta szándék, ami utána újra feltölti a megüresedett helyeket, és ez már nyilván egy, egy, egy hatalmi koncepció mentén történik. Még ott is vannak egyéni történetek, hiszen számtalan szereplője az oda csábított újságírónak át van vágva, és bizonyos pontokon döntést hoz, hogy mennyire akar tisztán látni. De hogy nyilván... És van olyan, aki mikor rádöbben a valóságra, akkor ő akkor ott hagyja. Igen, és nyilvánvalóan vannak nyilvánvaló az emberek is Na a jó, világon. Hát van, van egy-kettő. Telex. Azért az sem ö, mindegy, hogy az ember részt tud venni valaminek a létrejöttében az elég nagy élmény lehet, vagy hát eltúlzom? Hát semmiképpen nem, és ezt azért is mondhatom szerénység nélkül, mert hogy én nem vettem benne részt uh -huh. a létrehozásában. Már Tehát csak én oda hívtak? Hát, hát én ott voltam a környéken, meg az elén is megmondtam, hogy én én most ezt így tudom kezelni, van nek ez a, nekem ez a könyv, amivel szeretnék foglalkozni, de én most nem tudok jönni úgy, bármihez, amihez értek, vagy 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 szakmaiak támogatás kell adom, meg közben elkezdem szervezni, az, hogy legyen egy nagyon hasonló dolog, mint a nagy kép volt, egyébként ezt magunk között még úgy is hívjuk, és, a, és, Te és, ők hozzák, a és ők, hozzák, létre, tehát a Telex azért az, az ilyen értelemben én nem vagyok ott a létrehozásában. Hát azért nyilván láttad közelről, hogy ez hogyan hát, alakult, tam, és róla. hogy, hogy igen, Ott vagyok a fényképen, ami... Ezért is gondoltam, de hát. annak azért tanulja lehettél, ahogyan ez baromi gyorsan beépült a köztudatba és az érdeklődés középpontjába, és végül is a publicitásának növekedésével magad is nyilvánvalóan nagyon hamar szembe találkoztál. Igen, igen, meg meg, jó, meg, meg azt is mondtam, hogy érzelmileg én, én szeretnék ennek a közösségnek a... A, a része maradni, és azért nyilvánvalóan úgy maradunk érzelmek része valaminek, hogyha azért benne vagyunk, benne. igen. És részt is veszek benne, a, természetesen. És részt benne, igen. Tehát akkor ez, ez azért egy jelen idei folyamat, amit, amiről most beszélünk, és hogy ennek a, hogy is mondjam, ennek a folyamatnak a, 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 a alakulása, az napi kérdés. Felteszem, hogy nagyon fontos, nagyon koncentrál, nagyon erős koncentrálást, igénylő feladat az, amit ott a Terexnél elvégeznek a kollégáid, és te magad is felteszem. Igen, tehát egy létrejött ö, ö, egy, egy új újság, ami, ami, ami példátlan az egész története, hogy hogyan jön létre így a, a, a semmiből, és tényleg a 70 olyan embernek a munkájából, akinek ez a döntése, egy erkölcsi döntés, és nem pedig egy, egy egzisztenciális fordulat az életében, mert, mert aki a telexet létrehozza, és aki a telexes cikkeket írja, képezi, videóit vágja, szerkeszti, azok az emberek azzal a tudattal mondanak nemet a, a hatalomra, és az ő pénzükre elsősorban, és az ő kiszolgálásukra, hogy, hogy saját maguknak mondanak igent arra, hogy kitartanak amellett, ahogy gondolkodnak és csinálnak, és emellett ennek nincsen, amikor a telex létrejön, semmilyen biztosítéka, én hogy van. ez létezhet. Te Úgy indul a telex, a -e hogy akkor, sem akkor megy, ameddig megy. És most már ugye túl van az első egy évén, ugye ebből már én is több mint nyolc hónapja részese vagyok újra, és hogy újra azt érzem benne, hogy, 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 olyan emberekkel dolgozom, ami, 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 ami egy komfortos érzésben bejön egy ilyen munkahelyekre. Vagy... az nektek, hogy az index, ahogy hallom, azért továbbra is létezik, működik, ö, sőt, olvassák. Nem tudom, hogy ezt így lehet a rádióban mondani, hogy leszarom az indexet, de, Lent. de hogy ebben nyilván legyen benne annyi indulat, amennyit megérdemel az egész történet. Tehát, hogy fejüttetére állhatnának, tehát, hogy mire lennék féltékeny. A pénzük nem érdekel, szakmélag sehol sincsenek, úgyhogy egyébként egy hatalmi gépezetnek a tervezett terméke. és jól működő terméke. Ez így van, könyv mert hogy ez most az autó. Az a én tervezetés jól működő termékem. Az terméken. a tervezet, jól működő terméked, de Salát... Zalán Péter. Salát, bocsánat, salád Zalán Péterrel és sz, ö, Szabó... Szilágyi Baffus. Rózatek. Ne, a három nevű... Még egyszer. Ö, az összes levelezésben gond van belőle. Salát, Zalán Péterrel és Szilágyi Róza Teklával közös munka, Így van. ezt nehogy elfelejtsük hangsúlyozni, mert azt gondolom, hogy minden, ami ebben a könyvben, és nem is tudom, hogy nevezhetem-e könyvnek, mert annál, annál tökéletesebb dolog, mint egyszerűen csak egy könyv, ami ebben látszik, és látható, és amiért érdemes kézbeni, az, az hármotok munkája, ugye? De azért a tiéd az érdem, mert, ha jól tudom, beültél a fortepánba, nem tudom, ez konkrétan hogy volt, és hosszú-hosszú-hosszú időt töltöttél azzal, hogy mégign minden egyes fényképet, de lehet, hogy lesz rosszul. Igen, és még egy negyedik nevet, a Simó Györgyét muszáj ide rángatni, Persze. mert nemhogy csak a kiadója könyvnek, hanem a könyv végén, ö, lé, lévő giga interjút a Tamási Miklós előtt készített, és, és ez nagyon-nagyon jó, egy Pándor. igazi jó mély interjút. Ugye és a akkor György... a bevezetőt, Enyedi is köszönjük meg, de hogy mi is ez valójában, és hogy miért érzed úgy, mint ahogy most már én is úgy érzem, hogy ö, olyan, mint hogyha egy ember élte volna végig a 20 századot és az ő fotográfiáival igazolnánk, hogy mi minden történt, hát és mi hogyan. Igazából azért, mert hogy valahol ez az egy ember én vagyok, tehát, hogy, és, és, és hogy ez egy, ez egy alkotói mű nagyon fontos alkotótársakkal de az egész ötlet, az egy szemlélet, és akkor itt valahol megint elő lehetne ásni, akár a buddhizmust is, egy szemlélet a képekkel kapcsolatban, az önmagában képként nézett képpel kapcsolatban, de az egész szemlélet indul a, a, a abban az első pillanatokban, amikor elkezdek tanulni, és akinek megmutatom a munkáimat, tehát ez a szemlet a Révész László Lászlótól is eredezhető. Nem még sajnán... a... fiatalon borzasztó, Igen. egy remek művész, és nagyon sokat tanultál tőle. Hát én ezt akkor jöttem rá most, amikor ezt a könyvet megcsináltam, és akkor közben a Laci meghalt, és akkor így ültem. Én már tudott a könyvről. Ő, valamit hallott, de hogy igazából nem is konzultálta meg vele. Nekem a Lacival volt egy első nagy konzultáció, amikor elkezdtem fotózni, utána meg egy évekig tartó barátság, tehát amiben Holott volt a közös ő nem fotoművész volt, ő performance művészként indult, és festő, és grafikus művészként, Erdély Miklós mellett, úgyhogy a fotózáshoz csak annyiban volt közel, amennyiben a fotózás, mint művészeti ág, nagyon fontos minden művész Hát számára. meg fotózott is tehát azért így eltott hát a kamerával, igen. de hát, hogyha meg meg akkor az, hogy hogyan érnek össze a könyvben a dolgok, ugye az Enyedi-nek a filmének az én 20. századomnak a forgatókönyvét a, a révész van. írta. Ö, és hogy ő egyébként ez az első találkozás, azt mondta nekem, hogyha majd ugye a fotózás, hogyha még pár év az még kiderül, hogy ebből lesz-e valami, tehát én nagyon kemény gondolom, ez még az erdélyféle iskolából jön ez a másiknak a teljes... Ö, szétszedése, hogy így mondjam, és akkor mondja, hogy hát még legalább két év, amíg kiderül, hogy ez, ezzel én most így tudok-e valamit kezdeni, de hogyha majd lehet, hogy azzal, ugye most vettek fel az egyetemre, hogyha majd ezzel a buddhizmussal összehozol valamit itt a fotóval, akkor, akkor ebből lesz valami. Egyébként azóta én kérdezgetem, hogy ha már itt tartunk a, a az indigósokkal, és hogyha találkozok, felmerül az, hogy, hogy akkor, számomra az egy teljesen nyilvánvalóan. Az csoport, egy... Csoport, csak egy, hogy tegyük egy, helyre, hogy ez Erdély Miklós által létrehozott fiatalokból álló képzőművész csoportnak. Igen, volt az és indívol. neki, ő, aminek tagja Sugár János is, aki nekem a téma vezetője ma a képzőn a doktori iskolában, és őt is kérdeztem, hogy, hogy hogy van ez, tudom, hogy akkoriban nincsenek olyan, olyan, olyan buddhista források, de mégis, amikor egy jelentés kioltást, vagy egy jelentés felfüggesztést veszünk alapul, az a, a, annak teljesen megfeleltethető tézisei vannak a buddhista tanításokban is. Na, ah, akkor térjünk vissza konkrétan ezekhez a fotókhoz. Hány fotót néztél át? Hát uh, ahány van a gyűjteményben, most 150 ezer körül áll, ezt én mind végignéztem. Mennyi ideig tartott? Hát amikor elkezdtem csinálni, akkor 130 ezernél állt a gyűjtemény, ezt ugye azért nagyjából pár hónap alatt átfutom, és 2000-re Nem, kivettem azt, ami tetszik, és akkor ö, megfelelő, tehát arra volt egy struktúrám, hogy hogyan rendszerezem ezeket a folderekbe, amiket gyűjtöm, hogy utána ez átlátható legyen. Utána, amikor nézegettem, különböző jelöléseket adtam nekik ilyen színekkel, és akkor így-úgy nézegettem, és akkor, akkor én 500-at akartam, az volt a mondás, hogy 500 kép lesz a könyvben, de... De nem ennyi lett. 333 lett. Mert csak, hogy szép szám legyen? Tehát a, a végén azért kicsit küzdöttünk azért, hogy a szép szám megmaradhasson, de nem férte el több, így is 700, közel 700 oldalas a könyv, és az, hogy megfelelő levegők maradjanak benne, meg hogy, hogy ez a fajta teljesen légies, képnézegetés, és a játék a képekkel, és ez a fajta olyan, olyan jellegű elveszés a képekben, mint amit mondjuk szöveggel már meg tudunk élni, mondjuk egy regény esetében, miközben ez mégsem egy regény lett. Nem, egy... nem, ez egy színház nekem legalábbis. Az úgy jó. De minden. Színház minden, és film jó. egyszerre, és közben persze olvasmány, ö, olyan könyv szerkesztési elvekkel, amilyennel én még nem találkoztam, tehát a lebegés az nagyon jó szó ehhez, ö, mozgás tudja hozni az ember saját maga könyv nézegetés közben a képeket, összefüggésbe tudja hozni egyiket a másikkal, és rá ráismer olyan kapcsolatokra, amelyekre, hogyha csak lapozna egyszerűen, akkor nem ismerne rá. Nem tudom elmagyarázni persze, de volt már ilyen könyv. Te már láttál ilyet életedben? Hát ő... Ez a salázzalán ötlete volt, vagy, vagy közös? A kihajtható oldalak az ő ötletei voltak. Én tiltakoztam ellene, mert hogy nem lá nem azért, mert nem láttam ilyet, hanem nem éreztem, nem tudtam elképzelni, milyen ér el, nem, nem értetted, Sz hogy mit akar? Hát mm. Csak úgy tudom elképzelni, hogyha, hogyha tudom mozgatni őket, de amikor a makettünk kész volt, akkor éreztem, hogy ez fog működni, mert nagyon sokáig csak egy vak makettünk volt, ami mm. alapján szerkesztettünk. A képek kiválasztása az meg az én érzelmi ügyömen alapodott, alapult, ami, ahogy, ahogy, ahogy ő, a narációk a lehetséges narrációk számát a, a, leginkább lecsökkentve egy kép saját magától működik. Tudom, hogy nagyon idétlen kérdés, de hogy hogy válogattál? Azt hát volna, érzésből. Össz, tudom, ez világos, de az érzést magát el tudod-e valamiképpen mondani, vagy, vagy meghatározni, definiálni, hogy mi mozgatott, amikor az érzést kerested magadban egy-egy kép láttán? Hát ez egy olyan fajta bizonyosság, hogyha nagyon szentimentális példát akarok mondani, egy teljesen egyértelmű pillanat, mint amikor mondjuk rájön az ember arra, hogy mondjuk szerelmes lett. És ugye ez egy egyetlen kép esetére lefordítva, azzal is lehet egy erős érzelmi rezonancia, ha nekem ilyen a viszonyom a képekkel, hogy, hogy nagyon fontosak, és ezért nagyon sok érzelmet tudok magammal, magamban mozgatni, miközben nézem őket. És ha ez a, ez a, ez a visszajelzés megvan, hogy, hogy minden kétséget kizáróan ez a két dimenzióban rekett dolog, ez, ez egy, ez egy nagyon erős kapuként tud működni, ami beszippantja az embert, akkor a régent mondok. Ha ezzel kapcsolatban kétségek merülnek fel, az, az egy, az egy, ez egy ilyen technikai segítség, mert akkor tudja akkor az ember a válogatást, hogy félre lehet rakni, vagy lehet neki adni egy háromból kettő csillagot, meg ilyesmi. Mennyiben játszott szerepet a háttere egy, egy fotónak, nem az effektíve látványos háttere, hanem az, hogy honnan jött, milyen család, milyen történet fűződik hozzá, mert a Fortepán képeinél az az érdekes, hogy az adományozókat lehet ismerni többnyire, nagyjából helyre lehet tenni őket, hogy honnan, kitől származnak, és így tovább. Ez belejátszott a válogatásban? Sem, sem sőt, olyannyira, hogy, hogy, hogy nem lehetett szempont. Tehát, ez egy 20. századat, azt sokszor elmondjuk a kép kapcsán, de hogy ez nem egy történelmi, nem egy történeti könyv, nincsenek is rendszerek, időrendek, aztán Ugye van, van ennek a könyvkészítésének készítésének sajnos egy másik halottja is, a, a kis Eszter, akivel én évekig együtt dolgozok, Igen, és, a, és, és, és ő, ő, ő egy nagyon konkrétan igen, a képről a hátterét akarta tudni. Tehát, hogy így mm -hmm. itt két ellentétes szemlélet találkozott, de szerintem nagyon-nagyon. Finoman van megoldva. Tartalmas ez együttműködés. És amikor az Eszter meghal, akkor ő, én felhívtam a, a, a Simó Györgyöt, hogy, hogy, oké, okay, lehet lehet a könyvben szöveg is, mert hogy az Eszter meghalt, és hogy az ő munkája valahogy. valahogy tehát ugye hogy kell, le, hogy, hogy, hogy megjelenjen. Tehát, mert hogy rajtam keresztül ő jön létre, vagy rajtam keresztül szervező, szerveződik a könyvnek a, a, létrejötte, minden résztvevőjével együtt, és, 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 akkor, amikor ezt a hírt kapom, akkor ez engem, tehát ugyanúgy, mint amilyen megérzésszerűen jön az, hogy mi a válasz az embernek egy, egy, egy dologra, így abban a pillanatban én tudom, hogy az Eszternek a szövegeit használni szeretném a könyvben. És nagyon finoman szerepelnek ezek a szövegek, tehát nem bezavarnak a képélmény átélésében, hanem utólag meg tudod keresni, hogyha kell. Egyetlen egy dologról muszáj beszélnünk, azért ez nem a, hogy mondjam, a könyve, könyvesboltba járók általános érdeklődésének a tárgya vagy célja lehet, mert ez egy olyan drága könyv, amit azt hiszem csak nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak. Értem, hogy miért, és azt is tudom, hogy nagyon sokan kellett, hogy összeadják a pénzt ahhoz, hogy ez a könyv létrejöjjön. De hát kevesekhez fog eljutni. Hát, de már, hát már sokhoz eljutott olyannyira, hogy a, a könyvet jelen formájában a, a, a bevezető árán, ami szintén írt, az a drága volt, nem lehet kapni, de igen, ez, ez egy drága ö, album lett, egy olyan... De egy olyan minőség, nem csak egy olyan ár jelent meg ezen a piacon, ami nem mm. nagyon gyakori, de a minőség is olyan, és hogy Ez mm. egy mennyi... szóval alkotás, azt lehet Hát ugye valahol, és... a, valahol a műtárgy és a, és a könyv között lebeg. A ebben nagy szerep. Ezt ebben ebben nagyon nagy szerepe van a, a, a Zalán tervezésének, és ez, ez, ez jól megvan oldva, de... Ja, végül is lehet egy rezümét vonni abból, hmm. hogy, hogy megszületett ez a könyv. Ha te magad végignézed, akkor és azt kérdezik tőled, hogy ennek alapján ítéld meg a 20. századot. Van -e erre egy jó mondat szerinted? Hát igen, az, hogy túléltük. Hogy túléltük. És ebben a, ezekben a képekben nagyon sok utalás van arra, hogy az miért nem volt könnyű. Igen, de hogy közben egy picit, egy-két ponton meg is szépít, a könyv a, a 20. századot. De ez talán ez a, a megszépítés az, az azért történik, mert a, mert azért a kamerával mindig, mindig, mindig valahogy szeretnénk változtatni a dolgokon. És ezek a szándékok ugye nem az én szememből és kezembe jöttek, hanem már maga a képek készítőjének. De a válogatás azért ehhez a Szóval gyönyörű képek vannak benne azt azért megállapíthatjuk, és ez nem kérdés volt, hanem egy egyértelmű kijelentés a részemről. Barakonyi Szabolcsnak nagyon szépen köszönöm, hogy a dobszert a mai vendége volt. A műsorban Lantos Dániel, Rózsahegyi Gábor és Budai Márton segített. Köszönöm az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket. Viszonthallásra.